Köszöntöm nézőinket, Molnár Pállal, a Városgondosság vezetőjével beszélgetünk, hiszen javában zajlanak a munkálatok a városban. Aki járt a Millennium emlékmű környékén, láthatta, hogy megszépül a járda. Milyen forrásból és kik végzik ezt a munkálatot? Egy régi igénye már a városvezetésnek és a környéken lakóknak is, hogy ezen a szakaszon újuljon meg a itt lévő járda és a szobor előtti tér. Ugyanis egy régi módszerrel elég összetöredezett az időjárás, már eléggé megviselte az itt lévő járda szakaszt, amely nem is volt burkolt, hanem csak kővel volt felszórva, valamint az itt lévő terméskő burkolat is eléggé megkopott már. És az elmúlt évben, amikor a kazak parlamentnek az elnöke itt járt és megtekintette az emlékművet, akkor fogalmazódott meg a város legfelső vezetésébe, hogy ezt a szakaszt meg kell, föl kell újítani, és ennek apropójából polgármester úr fölkérte a városgondosságot, hogy a városgondosság térkőgyártó betonüzemében gyártott térkövekkel ezt a részt újítsuk föl. Ez van most folyamatban, körülbelül a munkák kétharmadát már elvégeztük, a járdaszakasz már elkészült. Igaz, hogy lezárt szakaszok vannak, de az itt lakók már próbálgatják, nézegetik, lépkednek rajta, és nagy örömünkre szolgál az, hogy pozitív visszajelzések vannak. Mekkora terület ez? Hány méter hosszú ez a járda? Ez most pontosan nem tudom megmondani, egy olyan 200 méter körül lehet a teljes szakasz, hogyha nem légvonalba számítjuk, ugyanis nem egyenes szakaszról van szó, légvonalban egy olyan 100 méteres szakasz, de mivel ez nem légvonalba számítható hosszabb, valamint hozzá kell számolni azt a térburkolati részt, amely a emlékmű előtt lesz. Akik járnak a város más részein, láthatják, hogy megindult a szemétszedés is, tehát egyre szebb és tisztább lesz a város. Úgy tudom, hogy ehhez külön programot is nyertek. Igen, több fronton folyik a közmunkaprogram, a start munkaprogram az már elindult március 1-től. Újabb létszámmal fogjuk bővíteni hosszú távú közfoglalkoztatás címén áprilistól, harmadikától újabb 80 főt fogunk fölvenni, és a márciusban indult start munkaprogramnak van egy olyan része, amelyet úgy hívnak, hogy a elhagyott hulladéklerakó helyek, szeméttelepeknek a föltakarítása, felszámolása. Erre irányuló programot beadtuk mi is, 11 fővel végzik a munkatársaink ezen hulladéklerakó területeknek a felszámolását. Itt több 100 tonna szemét található sajnos, amelyből az elmúlt időszakban egy 6-7 tonna körül mennyiséget már sikerült összegyűjteni, amely biztonságos helyre kerül lerakásra. Minden megy a hulladékáramnak megfelelő irányban, az építési törmelék a inert hulladéklerakóba, egyéb szemét pedig a hulladéklerakóba kerül lerakásra. Úgy tudom, hogy azért a város frekventált parkolóhelyeit, ami egyébként a közút feladata lenne, azt is igyekeznek megtisztítani, hiszen nem mindegy, hogy a városba érkezőket milyen látvány fogadja. Igen, ez is egy évek óta meglévő probléma, többször megkerestük a útszakasznak a fönntartóját, hogy nagyobb rendszerességgel is többször takarítsa el is precízebben a itt lerakott szemetet hulladékot, amelyet főként az átutazó forgalom a Románia irányába történő, vagy Románia irányából jövő forgalomban részvevő utasok helyeznek el. Egyébként valamilyen szinten ők is érthetők, nincs hulladéklerakó, nincs utcai szemetes, ahol le tudnák renni, és hogyha a szemét képződik, azt ugye leteszik. A következő utas ezt meglátja, és a szemétlerakás generálja az újabb szemétlerakást. Éppen ezért ezeket a területeket nagyobb figyelemmel fogjuk kísérni, mint ahogy eddig tettük. Igaz, hogy említette ön is, nem a város útjai ezek, hanem állami utak. Ennek ellenére meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket. Úgy tudom, hogy létrehoztak egy üvegházat is, ahol nem éppen parkban való virágokat, de a város ellátásában résztvevő kertben a zöldséggyümölcs kertészetnek rengeteg palántot nevelnek. Így van, ha tavalyi évben indítottunk egy kertészeti programot, ennek részét képezi, hogy egy fűtött üvegházat is létesítettünk, amely azért újdonság a környéken is, ugyanis fűthető, tehát a téli időszakban is elindíthatjuk a palántanevelést, ez így is történt ebben az évben is, nagyon szépen fejlődnek a palánták, mely palánták kihelyezésre, kiültetésre kerülnek majd a város kertjeibe, főként a téglás kertben található körbekerített zöldségkertészetünkbe. Azt gondolom, hogy ezzel is jelentős összeget tudtak megtakarítani, hiszen azért, aki nézi az árakat, tényleg több 10 000 forintba került volna ennyi mennyiségű palántot megvásárolni.
Természetesen költséghatékonyabb is ez a megoldás, de nem ez volt az elsődleges cél. Szeretném azért hangsúlyozni, hogy költséghatékonyabb. Elsődleges cél viszont az, hogy embereknek munkát adjunk. Tehát nem mindegy az, hogy az a megtermelt palántát 20-30-50 vagy 100 kilométerrel arrébb valaki megtermeli, hanem itt helyben élő munkanélkülieket tudunk megtanítani arra, hogy hogy kell palántát nevelni. Munkájuk van, ezért fizetést, bért kapnak, és talán még kedvet is kapnak, tudást mindenféleképpen, de talán még kedvet is kapnak arra, hogy esetleg otthon a konyhakertbe hasonlóval foglalkozzanak. Reméljük így lesz, és azt is, hogy el tudják utána látni majd ez ott megtermelt javakkal ismét a város intézményeit. Ehhez jó időt és sok-sok türelmet kívánunk, hiszen a palánta nevelés az azért az is kell. Természetesen, de próbáljuk a mezőgazdaság kitettségét csökkenteni azzal, hogy a kint lévő szántóföldi körülmények között lévő kultúrákat már öntözni tudjuk. Tehát az öntözés, ha napfény van, az öntözés, a vízutánpótlás már meg tudjuk oldani. Jó munkát kívánunk Önöknek! Köszönöm szépen!